A mikro- és kisvállalkozások még idén 40 milliárd, jövőre pedig 75 milliárd forintra pályázhatnak innovációs képességük erősítése érdekében. Újdonságként a marketing, az értékesítés és a logisztika is innovációként ismerhető el. Emellett folyamatosan jelennek meg a közös agrárpolitika pályázati kiírásai is. A Pénz de honnan 2024 roadshow székesfehérvári állomásán csütörtökön a régió kis- és középvállalkozásainak döntéshozói és az agrárium szereplői újabb kedvezményes, támogatott forrásokról hallhattak információkat a gazdaságházában. Mai közéletben annyi információ éri az embereket és a vállalkozásokat, olyan tömegesen ömlik ránk az információ, hogy a legnehezebb dolog ebből kiválasztani a hitelesen, a jót, és eligazodni a sok információ között. Ebben próbálunk mi egyébként társszervekkel és a politikai vezetéssel, kormányzati tisztségviselőkkel valamiféle hiteles irányt mutatni. A roadshow immár 24 éve gyűjti össze a hazai kis- és középvállalkozások számára elérhető kedvezményes, támogatott és előnyös pénzforrásokat, valamint a működési hatékonyságot növelő új módszereket. Jelenleg is elérhetőek a Gino Plusnak az uniós társfinanszírozásból megvalósuló kedvezményes hitelprogramja, ami 0%-os hitelt jelent, de október végéig a kormányzat be fog jelenteni visszaemtételendő támogatási programot is, ennek a részleteiről pedig majd hamarosan tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. Számos, például foglalkoztatáshoz és képzéshez kapcsolódó támogatásról is szó esett a konferencia keretében, de a népszerű Széchenyi Kártya program Max Plus előnyei is terítékre kerültek, az előadók személyes konzultációira is várták a résztvevőket.